köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Táj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Őszi hadszacáré Tolnán nagy sikere volt a pénteken megtartott koncerteknek. Hálaadás, ünnepség a bukovinai székelyek Magyarországra településének 80. évfordulójára. Ultramaratonista fegyveres biztonsági őr 25 óra 45 perc alatt futott a körbe a Balatont. Integrált asztali tenisz bajnokság fogyatékkal élőknek és épeknek szerveztek versenyt Szekszárdon. Rengetegen hallgatták meg a pénteken a Tolnai Hősök terén megrendezett őszi hadszacáré koncertjeit. A Városháza előtt felállított színpadon Tóth Vera és Charlie szórakoztatta az egybegyűlt közönséget. Egy másik világ, távol a város, oda nem. Emberekkel telt meg pénteken kora este a Tolnai Hősök tere. A városban Tóth Vera adott koncertet, őt pedig később Charlie követte. Annyira jó, hogy Tolnán ilyen megmozdulások, programok vannak, és ráadásul ingyenesen. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, és bízunk benne, hogy lesznek még ilyen megmozdulások, mert nagyon szeretünk ezeken részt venni, és itt vagyunk szinte mindegyiken. Appelszofer Ágnes polgármester elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy az elmúlt egy év megpróbáltatásai után lehetőség nyit arra, hogy helyet adjanak egy ilyen volumenű rendezvénynek. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt együtt lehetünk, és azt gondolom, hogy egy kicsit szerencsénk is van, mert két fantasztikusan jó fellépő érkezett hozzánk. Ezt igazolja azt is, hogy nagyon sokan érkeztek már most a koncert előtt is ide a térre, úgyhogy én nagyon kívánom meg mindenkinek, hogy érezze jól magát, kóstolják meg a finom ételeket, italokat, és élvezzék a Charlie és a Tóth Vera koncertet. Délután a helyi ifjúsági fúvó zenekar adott koncertet, a gasztroudvarban pedig szekszárdi borászok borait és street food ételeket is kóstolhattak az ide látogató emberek. Az eseményen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett, aki arról beszélt, hogy nagy szükség van az ilyen jellegű közösségi programokra. Az elmúlt másfél évben nehéz megpróbáltatásokon mentünk keresztül, hiszen a koronavírus járvány rányomta a bélyegét mind a hétköznapokra, az ünnepnapokra és a közösségi programokra egyaránt. A hadszacáré programsorozatnak az a célja, hogy újraindítsa a közösségi életet, hiszen a magyarországi magas átoltottsági arány, illetve a járványi szabályok lehetővé teszik, hogy már ilyen nyílt térben ilyen sokan tudjunk újra összejönni és önfeledten szórakozni. Az őszi hadszacáré egy országos, ingyenes koncertsorozat, ami augusztus végétől egészen október végéig tart, és közel 130 helyszínen hallgathatnak ingyenes koncerteket az érdeklődők. Az elmúlt három napban 2046 új megbetegedést igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 829.456 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 28, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.303 főre emelkedett. 715 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 190 vannak lélegeztetőgépen. Oltást pedig már 5.910.000-en kaptak. Tolna megyében 18 új fertőzöttet regisztráltak hétvégén, így a járvány kezdete óta összesen 17.972-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Kétnapos rendezvényel ünnepelte a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége magyarországi letelepedésük 80. évfordulóját. A programsorozat zárásaként hálaadás címmel a Bonyhádi Vörös Marti Művelődési Házban tartott esten elevenítették fel a vándorlás történetét. Hálaadás. Ezt a címet kapta a Bukovinai Székelyek Magyarországra településének 80. évfordulójának ünnepi programját záró színpadi produkció. A két nap során kópiafát állítottak a Bonyhádi Székelyparkban, megemlékeztek a népcsoport elmúlt időszakban lezajlott kulturális programjainak győzteseiről, és a hagyományőrzésben kimagasló munkát végzők díjazása is megtörtént. De ünnepi szentmise is szídesítette a programot. Illés Tibor, az Országos Szövetség elnöke azt mondta, ez a két nap újabb lökést adott a szervezeteknek abban a munkában, melynek középpontjában a nemzetiség kultúrájának további ötetése áll. Ez a célunk, hogy azért ez ilyenfajta rendezvények mindenképpen a jövőben, amennyire lehetőség adódik, tovább folytassuk, hiszen szükség van az emberek, főleg idős emberek, azért szükség van a
az elzárság után az ilyenfajta kapcsolatokra. A Bukovinából Magyarországra vándorlás stációit Sebestyén István kakasdi mesemondó és énekes állította színpadra, megvillantva benne mindazokat az értékeket, melyeket a népcsoport kultúrája magába foglal, és amit őriz évtizedek óta. Megmozdul az emberekben valami. Én úgy gondolom, az emberekben a vágyat kell fölkelteni, és akkor nincs probléma. Újabb 25 milliárd forintot biztosít a kormány a falusi utcák, intézmények felújítására, valamint falusi civil szervezetek, egyházközösségek, önkormányzatok támogatására. Jelentette be a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Az összegből óvodák, orvosi rendelők, faluházak, szolgálati lakások és közösségi terek újulhatnak meg. Ezek mellett falusi egyházközösségek és civil szervezetek is támogatást kaphatnak. 25 óra 45 percen keresztül szaladt a paksi rendőrkapitányság fegyveres biztonsági őre, teljesítve ezzel Közép-Európa leghosszabb futóversenyét, az Ultra Balatont. Fogyók urának indult, de már nem tud nélküle élni. Prantner Gábor a kezdetektől, a futás szeretetéről, az Ultra Maratonról és az elhivatottságról beszél stábunknak. Ez a finisher póló, ebből ugyebár 115 darab van most az országban, tehát ez nagyon nem fog szembe jönni versenyen kívül, versenyen ott nagyon sok ilyen van. Prantner Gábor épp legutóbbi szerzeményét mutatja stábunknak. Ezt a 15. alkalommal megrendezett Ultra Balatonon nyerte el. Közép-Európa leghosszabb futóversenyét 25 óra 45 perc alatt teljesítette. 2021-ben 216 kilométeres távot kellett megtennie az indulóknak, akik idén több mint 16 ezeren voltak a világ számos országából. Köztük volt a paksi rendőrkapitányság fegyveres biztonsági őre is. Prantner Gábor 2016-ban kezdett el futni, mert fogyni szeretett volna. Ekkor meghaladta súlya 100 kg-ot. Hát már nem igazán éreztem jól magam, és hát mondom, valamit ki kéne találni. A futás volt a legegyszerűbb, és hát elkezdődött. Eleinte ilyen kisebb távokkal, ilyen 3-4 kilométerek voltak, amit futottam. Aztán hát onnan így szépen lassan beindult a kilók, ahogy mentek, úgy nőttek a távok, és hát eljutottunk idáig. Először 2018-ban vett részt az Ultra Balatonon, akkor még csapatban. Azt mondja, annyira megtetszett neki, hogy következő évben már egyénileg indult, és 28 óra 14 perc alatt körbe is futotta a Balatont. 2021-ben felülmúlta önmagát, és a 216 kilométeres távolságot 25 óra 45 perc alatt teljesítette. A rajtba tudod, hogy hosszú lesz, tudod, hogy lesznek problémák, tisztában vagy vele, hogy igen, ott neked egyedül kell megoldanod a problémákat, de amikor sikerült, tehát hogy sikerül megoldani a problémát, sikerül teljesíteni a távot, az valami brutál jó érzés. Gábor a 115 befutóból a 35. lett. Az ultramaratonista azt is elárulta, hogy az egyik fő célja, hogy kijusson a Görögországban megrendezett Spartathlonra, ami Európa egyik leghosszabb, legnehezebb és legnevesebb ultrafutóversenye. Három autó ütközött össze hétfőn délután Szekszárd határában az 56-os úton. A szakaszt felújítják, ezért a forgalmat ideiglenesen rendőrlámpa irányította. A piros jelzésnél az első két sofőr meg is állt, a mögöttük érkező viszont nem figyelt és a hátsó kocsiba csapódott. A balesetet okozó férfi súlyosan megsérült, eltört az orra. A helyszínelés idején a forgalmat rendőrök irányították. Teherautókat és buszokat ellenőriz a rendőrség hétfőtől egy héten át. Az Európai Közlekedés-Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves terve alapján az egyenruhások október 11-e és 17-e között Magyarország egész területén a nehéz tergékocsik és autóbuszok fokozott közúti vizsgálatát végzi. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartására, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodási jogszerűségére lesznek kíváncsiak a hatóság munkatársai. Sorverseny, tánc, az utcán különleges öltözet, illetve bőrönd iskolatáska helyett. Csak néhány szórakoztató feladat, melyet az újonnan érkezett 9-es tanulóknak kellett teljesíteni a Gólya hét keretein belül a Garai János gimnáziumban Szekszárdon. A hagyományokhoz híven a hetet eskütétellel és gólyabállal zárták. Horváth Adél, az iskola diák önkormányzatának elnöke szerint a programok legfőbb célja a közösségformálás.
A hagyományokhoz híven gólyahetet tartottak a Szekszárdi Garai János gimnáziumban. A program során a 9-es tanulóknak többek között megadott öltözékben, sapkában, úszószemüvegben és gumicsizmában kellett iskolába menniük. Továbbá különböző humoros, ügyességi feladatokat teljesítettek. 6:45-re kellett bejönnünk ilyen elég különleges ruhában, és akkor reggel megtornáztatnak minket, megetetnek minket, de nem jó kajákkal, és utána kezdődik a nap, és ott tanulunk, aztán délután most is van ez a verseny. A gólya hét 3 napot foglalt magába, a 9-esek közben pontokat gyűjthettek. A legjobban teljesítő osztály tortát nyert. A pontszerzést egyébként már augusztusban elkezdték a tanulók a gólyatáborban. Domboriban volt a gólyatáborunk, augusztus 16-18-ig, 3 nap, 2 éjszaka volt. Az első nap nagyon jó volt, csütött a nap, jó időnk volt, viszont második nap az első elég elmos az egész tábort, és sátoroztunk, szóval az nagy hátrány volt, de a jó szervezésnek köszönhetően a programok így is jól tudtak menni. Tehát az első nem befolyásolta a programokat. Menj már el! Sárló, nem győztél meg! A számításaim helyesek, és mindig azok, akkor legyen pozitívus mód az öregedés. Hát jó! A rendezvény sorozat utolsó napján a gólyáknak egy színdarabot kellett előadniuk, amit a 6-tagú zsűri pontozott. Ezt követően pedig eskütétel, majd gólyatánc kezdődött. Nagyon jó hagyomány, és nem csak a gólyák élvezik ezt, hanem a többi diák is, aki ide jár, mert láthatják a színdarabjaikat, a táncaikat, és ugyanúgy részesei lehetnek ezeknek a programoknak, és ez is egy csapat összetartási jelképe szerintem. Horváth Adél elmondta, a hét legfőbb célja a közösség formálás, így az újonnan érkezett diákok megismerhetik egymást és az iskolát egyaránt. Szolgálaton kívüli Faddi önkéntes tűzoltó nyújtott segítséget egy balesetnél az M6-os autópályán Dunaújváros térségében. Terepjáró és egy személyautó csapottak egymásnak, a nagyobbik kocsi át is szakította a szalagkorlátot, majd az árokba repült. Már útban voltak Dunaújváros és Sárbogárdi hivatásos lánglovagok, amikor az önkéntes férfi észrevette, mi történt. A kocsikat azonnal áramtalanította, nehogy lángra kapjon valamelyik. Úgy tudjuk, sérülést a terepjáró sofőrje és két utasa szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Fogyatékkal élőknek és épeknek szerveztek asztali teniszbajnokságot Szekszárdon a hétvégén. Ennek a programnak már több éves hagyománya van a Tolnai megye székhelyen. A Fákja Sport Egyesület integrált asztali teniszkupát szervezett a Szekszárdi Sportközpontban. 9 meghívott versenyzővel tartották meg a bajnokságot, ahol a mozgássérültek mérhették össze tudásukat egészséges társaikkal. Integrált verseny, mozgássérültek, kerekesszékesek. Most igaz, csak egy kerekesszékesünk van, de van, amikor 2-3 is el tud jönni, vagy úgy hívjuk meg, hogy többen vannak, akik mozgássérültek. Márton István, az egyesület elnöke elmondta, hogy a COVID hatása miatt az utóbbi időben nehezebb motiválni a mozgássérülteket, hogy sportoljanak, és ez nem csak Tolna megyében érzékelhető, hanem országos szinten is. A pandémia előtt nagyobb volumenű versenyeket tudtak tartani, egyrészt az aktívabb, fogyatékkal élő játékosok részvétele miatt is, másrészt sokkal több támogatást kaptak a szponzoroktól. Ez a COVID mindent meg felülírt, nincsen olyan támogatói háttér, akivel mondjuk nagyobb összegeket lehetne, mert azért egy nagy versenyre kibérelni a nagy termet, az nem fillérek, nehéz összehozni, de ezért próbáljuk ezt a megoldást, hogy így havonta, két havonta egy 10-12 versenyzővel megszervezzük, akkor úgy számoltunk, hogy így éves szinten, hogyha két havonta csinálok, az is az ugye 6 hónap, 6 verseny, 6-10, azonra ott van 70-72 versenyzőt megmozgatunk. A Szekszárdi Egyesület az integrált versenyek szervezésén túl is igyekszik aktív maradni, ők rendezik és bonyolítják le a Tolnai megyeszékhely asztali teniszbajnokságát is. Regionális híreink következnek. Szülői felelősség, tanárdiák viszonyú trauma, Dezső bácsi ügyéről kérdeztük a szakpszichológust. Összefogás, befőző automatákat adtak át Kaposváron. Országház Bora rangos elismerést kapott a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti Kutatóintézete.
A szülő a felelős elsődlegesen gyermeke viselkedéséért, mondta kérdésünkre a szakember. Már az óvoda, illetve az iskola megkezdése előtt meg kell tanulniuk a kicsiknek az alapvető szociális normákat, ám később is szüleik felelnek ellenőrzésükért. Manapság már korántsem foglalkoznak annyit az anyukák és apukák gyermekeikkel, ezért is hallani sokszor iskolai balhékról, véli a szakpszichológus. Ilyen a most nagy port kavart Dezső bácsi ügye is. A szülő felelősségéről, a tanár-diák viszony változásáról és a hivatás elhagyása miatti traumáról kérdeztük a pécsi szakembert. Minden gyereknek az elsődleges szocializációs közege a család. Még az óvoda, illetve az iskola megkezdése előtt kell elsajátítani az alapvető szociális normákat a szülőktől. Az édesanyák és édesapák pedig később is felelősek azért, hogy ellenőrizni tudják a gyerekek viselkedését, mondta el stábunknak a szakpszichológus, akit a Nagyport kavart Dezső bácsi ügy kapcsán kérdeztük. Káplár Mátyás hozzátette, hogy manapság sok diák gondolja úgy, hogy a pedagógus nem mondhatja meg neki, mit csináljon. Ez a változás a régebbi időkhöz képest azonban összetett kérdés, hiszen megváltoztak a viszonyok a tanárok és a szülők között, illetve a tanárok és a diákok között. Most az a jellemző, hogy a gyerek és a szülő áll a tanárral szemben. Még akkor az lenne az ideális, hogyha ez mondjuk egy ilyen egyenlő oldalú háromszöget képviselne, és mindenki a maga részét kivenné belőle. Az egyik része. A másik része ez valóban lehet az, hogy manapság talán jóval kevesebb energiájuk van, vagy talán tudásuk is a szülőknek arra, hogy ezt a szocializációs hátteret biztosítsák maradéktalanul a gyerekeknek. Ez is okozhatta azt a konfliktust, ami egy évvel ezelőtt történt a pécsi Nefco udvarán. Mint ismert, Jancsula Dezső az intézmény tanára két renitens dohányzó fiatat utasított rendre, majd miután megfogta egyikük hátizsákját, tanúból vádlott lett a pedagógus személyi szabadság korlátozása miatt. A szakember azt mondja, a tanárok nehéz helyzetben vannak, hiszen a szóbeli figyelmeztetésen kívül nincs más lehetőségük a fegyelmezésre. Azt gondolom, hogy ez azért nehéz a tanárok számára is, mert sokszor tehetetlennek érezhetik magukat egy olyan helyzetben, amikor a diákok tudván a saját jogaikat kiállnak ezért, viszont ők pedig nem tudják az iskola által hozott rendet, szabályokat betartani. Úgyhogy az ő számukra ez nem csak, hogy kimerítő vagy nehéz lehet, hanem egyszerűen egy belső szorongás is tud eredményezni. Ha a pécsi pedagógust jogerősen is elítélik, akkor nem taníthat többet, mérlegelés nélkül el kell bocsátani az iskolából a törvény szerint. Káplár Mátyás elmondta, hogy ha valaki nem saját akaratából hagyja el hivatását, az súlyosabb krízishez, hosszabban tartó feldolgozási folyamathoz vezet. Időskorban pedig még nehezebb új célt, újfajta kilátásokat találni az életben. Lekvárok, befőttek és ivólevek is készíthetők azokkal a berendezésekkel, melyeket civil szervezetek és óvodák részére juttat el a Civil Összefogás Fórum. Kaposváron 5 ilyen eszközt használnak a jövőben. Egy ivólé és befőtt készítőgéppel gazdagodott a Borostyán Virág anya otthon is, ahol nagy hasznát veszik majd a berendezésnek. Jelenleg 11 édesanya és 27 gyermek lakik a kaposvári Borostyán Virág anya otthonban. Nagy segítség lesz a számukra a most megkapott ivólé és befőtt készítőgép, mondta Bíró Dániel intézményvezető, aki kiemelte, az élelmiszerbanktól az egyik diszkontlánc hálózaton keresztül rendszeresen kapnak feldolgozható vitaminforrásokat. Jelentős mennyiségű zöldség és gyümölcs szokott lenni, és bízunk benne, hogy ebből ki tudjuk kísérletezni, mi az, ami a legjobban hasznosítható, egyfajta ilyen egészséges életmódra való nevelés címén, illetve egyfajta közösségi tevékenységként. A Civil Összefogás Fórum Civil Összefogás Alapítvány 2016-ban indította útjára korszerű gyermekétkeztetést segítő, népszerűsítő misszióját. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége. Olyan receptgyűjteményt adtak ki, amelyet közétkeztetési intézményekhez, civil szervezetekhez juttattak, s juttatnak el ma is. 2018-tól kezdve pedig a helyi alapanyagok feldolgozására befőző automatákat viszünk az országban mindenfelé, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, nagycsaládoknak és helyi kistermelőknek, őstermelőknek. Túl vagyunk 60 bemutató helyszínen, szerte az országban, illetve határon túl. Átadtunk eddig 260 készüléket, és további több mint 200 készüléket még idén karácsonyig átnyújtunk. A befőző automaták, aszaló és ivólé készítő berendezések kaposvári átadóján Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője elmondta, több célt is szolgálnak ezek az eszközök. Az első az az, hogy egészséges élelmiszerhez juthatnak a fiatalok, hiszen ezekből az eszközökből
egészséges élelmiszer készül, a második az, hogy a terményeket, amelyeket feldolgoznak a környékbéli gazdáktól vásárolják, így ott is jövedelem csapódik belőle, ők is jól járnak, ahogy erre felé mondják, és a harmadik pedig az, hogy közösséget is építünk, hiszen közös civil szervezetek közösen fogják ezeket a tevékenységeket folytatni, és ez számukra is egyfajta aktivitás. Kaposváron három helyi civil szervezet, egy óvoda és az anyaotthon képviselője vehette át az eszközöket és a receptkönyvet Heizler Norbert, a CÖF országos koordinátorától, Gerencsér Attila országgyűlési képviselőtől és Szőnyi Kingától, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnökétől. Kadarka kategóriában az előkelő harmadik helyezést ért el az Országház Bora pályázaton a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete. Magyarország nemzeti és nemzetközi arculatának évszázadok óta fontos pillére a jó hírű magyar bor. Az Országház Bora pályázat célja kiválasztani azokat a kiemelten jó minőségű borokat, melyek reprezentációs alkalmakkor a Magyarország gyűlést képviselik. Idén több mint 200 borról kellett eldönteni a zsűrinek, hogy méltán képviselhetik az országot a parlament falai között. Ez a pécsi kadarka, amelyik az Országház Bora pályázaton harmadik helyezést ért el. A 2020-as nedűt a Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében készítették. A pécsi kadarka egy klónszelekciós munkarésze, és nagyon fontos, hogy egy lazább szerkezet, egy fürt szerkezet, lazább fürt szerkezet, és egy kevésbé rothadékony fajtát válasszunk ki. Ebből az ott öt legjobb klónból választottuk ki a házasításhoz ezt a gyümölcsös, friss, pirosbogyós kadarkát, amely kiegészül egy hordófűszerességgel. Ezt mondja a borász a kadarkáról. Egyébként idén Magyarország 19 borvidékéről összesen 218 tételt küldött be 93 pincészet. Ezek közül választotta ki a szakmai zsűri 9 meghirdetett kategóriában az Országház Bora cím idei nyerteseit. Ezekkel a borokkal, köztük a pécsi kadarkával kínálják a vendégeket az országházban, fogadásokon, rendezvényeken. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt ma a híradó. Őszi hadszacáré Tolnán nagy sikere volt a pénteken megtartott koncerteknek. Hálaadás, ünnepség a bukovinai székelyek Magyarországra településének 80. évfordulójára. Ultramaratonista fegyveres biztonsági őr 25 óra 45 perc alatt futott a körbe a Balatont. Integrált asztali tenisz bajnokság fogyatékkal élőknek és épeknek szerveztek versenyt Szekszárdon. Kedden élénk, olykor erős lökésekkel kísért szélre kell számítani. Térben és időben eltérően időszakosan felszakadozik a felhőzet, átmenetileg kék is süt a nap, de újra meg újra összezáródik a felhőtakaró, előfordulhat kisebb zápor, átmeneti eső is. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!